Van egy barátom, övé a Klauzál téren, a Kádár kifőzde. Annak az a specialitása, hogy ott készítik a legautentikusabb, legfinomabb sóletet. Most megpróbálok elkészíteni én is egy sóletet, ami legalább nyomokban hasonlít arra, de most ez egy jó nagy mennyiség lesz, mert holnap hozzám vendégek jönnek, és ez lesz az ebéd. Egyébként a leggyorsabb és a legegyszerűbb étel, ezt régen úgy csinálták, ez a zsidóságnak az autentikus étele. Ugye azon a napon, amikor ők nem dolgoznak, előző nap elkészítik a sólettet, összerakják, és elviszik a péknek a kihűlő kemencéjébe. Az egész város részből, vagy abban az utcából a helyi pékhez odavitték, betették a kihűlő kemencébe, másnap észre érte mentek, és mindenkinek elkészült a saját sóletje. Úgyhogy a sólet is olyan, hogy ki milyennek szereti. Nézzék meg, hogy én hogy szeretem. Először egy kis hagymát vágok. És most a fokhagymát is. Ennyi az egész. Összeállítom a sóletet. Ez most legalább 8-an leszünk, másfél kilóba a hagyma és a fokhagyma. És belemegy a gersli. Úgy szoktam, hogy 3:1, és ahol a baba 3. És akkor teszek rá piros paprikát, sót, ugye, ezt Parajdon a bányában vettem, ezt a sót még finomítatlan, azért ilyen szürke, és teszek hozzá egy pár babérlevelet, és őrölt borsot. Aki szereti, tehet bele erős paprikát, én mindösszesen ennyit teszek, és az egészet összekeverem. Nagyon szuper. Most pedig megy hozzá az igazi finom, én sütötte kacsazsír. Az az igazság, hogy most a nem szép része jön, mert ezt kézzel össze fogom masszírozni, de van, aki ilyenkor lisztet is tesz bele, én ugye most ebben nem teszek lisztet. A lisztet azért, hogy szaftosabbra csinálj, és akkor az összefogja. Benne van a zsír, ezt a jó nagy kacsasütő edényt fogom használni. Itt van ez a gyönyörűséges, befűszerezett bab. A faluban van egy nagyon jó hentes, ahol itt, ahol lakom. Nézzék, milyen gyönyörűséges füstölt kacsacombot kaptam tőle. Így. Füstölt kacsa mellett, ezt is bele, fölöntöm a vízzel. Annyi vizet öntök rá, hogy körülbelül így két ujjnyival, körülbelül ennyivel a bab fölött legyen a víz. Ez egy gyönyörűséges marhalátkát, ezt is beleteszem. Lefedem. És körülbelül egy 5-6 óra hosszát a sütőben 160 fokon fog sülni. Elkészült a sólet, marhalábszár, füstölt kacsa, főtt tojás, kell ennél több? Klassz társaság, talán egy kis baracskát is iszom hozzá. Legyenek mindig jót, élvezzék az ízeket, én most ezt fogom tenni, és az ízek minél jobb társaságban vagyunk, annál finomabbak. Kövessenek az Instagramon, minden héten nézzék az új ételt a Facebook oldalamon, és a Zsebszakácson, a YouTube csatornámon rengeteg ilyen újdonságot és újfajta ételt is találnak. Viszontlátásra!